kapcsolódik a lélek kerületéhez, hogy, hogy érzelmileg hogyan élsz meg dolgokat. És viszont az, hogy mit hogyan élsz meg, hogy érzelmileg hogyan tudsz dolgokat feldolgozni, milyen hangulatokat váltanak ki benned dolgok, milyen érzelemmel tudsz rá reagálni. Hát ez tükröződik a szemeden, az arcmimikádon, hogy, hogy kisugárzó vagy-e, milyen az egyéniséged. Egy kisgyerek, ha belép az óvodába, nem az érdekli, hogy mit mondasz, a csecsemőt sem az érdekli, hogy mit mondasz, hanem hogy hogyan mondod, mit lát az arcodon, mit tükröződik, milyen a hangszíned, milyen érzelmeket fejez ki. Hát az érzelem borzasztóan fontos. Igen ám, de nem kézzel fogható. Tehát ezt nem tudod leírni, ezt nem lehet tudományos ágba befoglalni, hanem ezt a hagyomány foglalja magába. Tehát egy emberöltő alatt nem tudsz rálátni, nem tudod tudatosítani, hogy mire, hogyan, dolgokra hogyan reagáljál, milyen érzelmekkel érsz meg dolgokat. Ehhez sok-sok emberöltőnek a tapasztalása kell, hogy dolgokra, emberöltőkön keresztül mi volt fontos lelkileg, érzelmileg, hogyan élték meg, mi volt a fontos. Hát ugye az erkölcs, az erkölcsösség, a magatartás, hogy hogyan éltek meg dolgokat. Hát ez egy népnek a jellemzője, hát ezért nem viselnek el bennünket. Hát milyen dolog az, hogy mindenkit beengedünk, mindent megbocsájtunk, hogy nem verjük a másikat, agyon nem fogod, fogért. Ez évszázadokon, évezredeken keresztül alakult ki. Ugye már haszkítákról olvasunk is. Na most ezért nem akarják, hogy megtudjuk a hagyományainkat. Tehát ez a hagyomány által pontosítható, fejleszthető, tudatosítható a gyerekekbe, meg az emberekbe, hogy az ősöknek tudjuk a hitét, a gondolkodását, az érzésvilágát, az erkölcsösségét. Ezt tehát csak a gyökerektől, az ősöktől tudjuk átvenni, és ezért nyírbálják meg a hagyományainkat, hogy nem kell hagyomány, hanem globalizáció kell, össze kell mosni mindent egyformásítani, mindent tehát elfedni szemétdel. És ugye elbutítani a népet, hogy ne érezzen, ne legyél jó szívű, és üssed, verjed, menjél a másikon keresztül, hogy pozícióhoz juss, hogy pénzhez juss, add el a lelkedet 30 ezüst pénzért, ugye el lehet adni, mint hogy Jézust eladták. Tehát erről van szó. Tehát a lélek borzasztóan fontos. És ezért nem segítik a hagyományőrző csoportokat, a hagyományokat élő, vagy akik az értéket teremtik, mert ez a lélek kategóriája. És ezen múlik minden, hogy a szellem hogy működjön, meg fizikálisan is hogy működjünk. Ez koordinál, és ezért tagadják, tehát olyan, mint lélek nem létezik szerintük, akik most irányítják a világot. Csak a pénz. És hol lakik a lélek? Hát az csak itt a szívbe, a szív a központja a léleknek, a szív. A szív. De hát ugye ez kiárad, az szerintem benne van az egész sejtjeinkben mindenütt. Azért lehet, hogy a film erről többet tudna mondani. És a léleknek van ünnepe? Hát az ünnepek az mind a lelki kategóriához tartozik szerintem. Minden ünnep. Minden ünnep. Azt nem lehet. Azért mondom, hogy ami a hagyománnyal összefügg, az lélek nélkül nem lehet, hit nélkül nem lehet. Ezért mondom az óvónéniknek most is, hogy bementem az óvodába, és nem akarták elénekelni ezt a szép köszöntőt, mert benne van az Isten, hogy az Isten éltessen. És akkor mondom nekik, hogy gyerekek, ti állítólag a hagyományok útján jártok itt az óvodába. Azt képviselitek, hogy hagyományokat őrizzetek meg, a gyerekeknek adjátok tovább. Ezt lélek nélkül, hit nélkül egyszerűen nem lehet csinálni, mert akkor nem azt csináljátok. Most elmagyaráztam nekik is, minden kis fiatal óvónéninek, hogy mitől féltek. Hát ez nem lehet, hát mit őrezkedtek ennyire, hogy kimondjuk az Istennek a nevét. Hit nélkül nem lehet. Nem létezik, hit nélkül nincs hagyomány. Tehát ez a mi ősvallásunk, a hitünk.
És ugye nagyon fontos, én ezzel olyan sokat, nem tudományos szinten foglalkoztam, hanem olvasgattam is hozzá, de meg a józan paraszt ésszel átéltem az, hogy hol van a gyökér, hova kell visszamenni, és egyre mélyebbre, vissza az ősökhöz, az ő tudásokhoz, hogy mit, hogyan éltek meg. És az a óriási szerencsénk nekünk magyaroknak, hogy még ma is van olyan réteg, még mindig vannak olyan emberek, akik ezt pontosan tudják, és az ősök tudását is tudják. És egyre többen odafigyelnek rá, és egyre többen. Kicsit káoszos még a dolog, de ébredezik a nép, mert nekünk minden tudás megőrződött. Hát megőrződtek a népmeséink, a népdalaink, ami mind magába hordozza ezt a tudást. Mind arról szól. Tehát mi itthon vagyunk, helyben vagyunk, és ez is egy csoda, képzeld el, hogy nekünk nem is kell épített templom tulajdonképpen. Jó, ha van, én szeretek bemenni egy szentelt helyre, de az az igazság, hogy mi bárhol megtaláljuk az Istent, mert akár egy falat, akár egy réten, tehát ez a paradicsomkert, itt ez mindenütt szent hely van. Akár a tóparton, a hegyen, tehát én ezt gondolom, és mi a gyerekekkel így éltünk, volt szent fánk, amit kiválasztottunk közösen, és ahhoz úgy nyúltak a gyerekek, hogy egy juharfa volt, amit kiválasztottak, és azt mi mindig köszöntöttük minden évszakban, ott volt előttünk az óvod előtti parban. És akkor levettem egy levelét, hogy megszagolják, megnézik, és szóltak rám a gyerekek, hogy óvó néni, csak egyet vegyél le, ne vegyél le többet, ne szakíts le a levelét, hanem ezt majd mi továbbadjuk egymásnak. Képzeld el. Tehát átlelkesítettek mindent a gyerekek, mindent. Tehát náluk még ez teljesen, mert ez a másik, amiért bízok, hogy a gyerekek tiszta tudással születnek, mint amit Jóska mond, és ez igaz. Romlatlanok, tiszták, mindent tudnak. Tehát bármikor megújulhat ez az egész. Magukba, talán génjeinkbe magukba hordozzuk ezt mi magyarok. Én azt gondolom. Magába hordoznám más nép is. Akkor döbbentem le, mikor Kaliforniába 2 nyarat töltöttem a fiaméknál. Az unokáimmal, meg még magunkhoz vettünk ott élő magyar gyerekeket, hogy csapatban legyünk, hogy tudjanak jót játszani. És akkor döbbentem le, hogy kivittem a magyar mondákat, kivittem a népmeséket a gyerekeknek, és azok a gyerekek, akik még tudtak magyarul, tudósoknak a gyerekei voltak, de már kint éltek egy pár évet, és a kinti óvodába jártak, ahova elmentem széjjel nézni. Iskolában, mindenütt voltam, templomban, mindenütt. És ledöbbentem azon, hogy azok a gyerekek pedig okos, értelmes gyerekek voltak. Egyszerűen a magyar népmesét nem tudták követni. Egyszerűen nem bírták. Tehát akkor döbbentem, hogy az én kis unokáim, akik szájtátva hallgatták a magyar népmesét, a magyar mondát, együtt lélegeztek vele, együtt élték át a Királyfi útját, azt a kint élő magyar gyerekek már nem bírták követni. Tehát akkor döbbentem, hogy Úristen, milyen magas szint a magyar népmese. Mekkora magas szint. Hogy aki már nem ezen nő fel, mert ott élő, ott született magyar gyerekek már nem ezen nőttek, hanem a valdizni is mindenfélén. Meg ugye a tárgy megszólal és kérd, hogy szeretsz, szeretlek, tehát műanyag tárgyak mondják, meg megszólalnak, meg minden butaság van. Ezek a gyerekek már nem bírták követni. Olyan idősek voltak, sőt, még idősebb volt a kisebbi unokámnál a kislány, és okos kislány volt. Viszont a kis testvére, aki akkor volt 7 hónapos, és amikor altattam, népdalokat énekeltem neki, akkor a gyerek, mikor álmosodott, akkor elkezdte dúdolni a népdalt
egy kis motivumot már énekelt, dúdolt belőle, mert azt akart, hogy azt énekeljen, mert ő álmos, a magyar népdal. És én tanítottam meg magyarul, mert a következő nyáron már másfél éves volt.